először is, és előre leszögezném, hogy ez egy nagyon átfogó videó lesz, szóval akit esetleg nem érdekelnének egyes részek, akkor nyugodtan tekerjen oda, ami őt érdekli, azért vannak a fejezetek, tessék azokat is nyugodtan bátran használni. És akkor vágjunk bele magába a videó témájába, sokszor hangoztattam már nektek, de igazából nem is sokszor, de néha-néha biztos, hogy elejtettem, elejtettem már egy-egy videóban, hogy olyan eszközökkel tolom és gyártom a tartalmakat, gyártottam a tartalmakat, mert most már ugye megtörtént a, a frissítés. Szóval olyan eszközökkel gyártottam a tartalmakat, amelyekkel csoda, hogy tudtam gyártani őket. Nagyon, de nagyon sokszor volt már olyan pillanatom, amikor csak itt ültem a gép előtt, és azt mondtam, hogy nem, ez nem lehet igaz, ilyen nem történhet meg. Ilyen anomáliák történtek a, a géppel, és úgy voltam vele, hogy tényleg itt már minden kuka. És ennek az egésznek ez a laptop volt a fő oka. Akármennyire is nagyon jól szolgált ez a laptop, és igaz, hogy ennek a laptopnak köszönhetem szinte az összes videómat, de egy megkönnyebbülés volt már tőle így megszabadulni vagy megválni. Igazából nem szabadultam meg, mert majd ez egy ilyen másodlagos utazós laptop lesz, szóval, de akkor is nagyon-nagyon nagy megkönnyebbülés volt ezt így elrakni a, a fiókba. És akkor ennek halatán kérdezhetnétek, hogy hogy miért nem vettem akkor egy új laptopot, vagy új eszközöket. Hát azért, mert úgy jött ki a lépés, hogy mindig volt valami, ami fontosabb volt, és arra kellett költeni. Például nemrég a Skodára kellett többet költeni, és van egy szempont, van egy sorrend, és a Skoda az, az feljebb van, mint az eszközeim, ugye. Most, hogy már van egy kisfiunk, most már fontos, fontos az, hogy mobilisak tudjunk maradni. Fontos a Skoda, fontos, hogy legyen egy autónk, fontosabb, mint egy, mint egy eszköz. De ezt nem is kell szerintem tovább magyarázni, szerintem érthető. Mindig volt olyan, ami fontosabb volt, mint az, hogy ne egyen engem meg a szobában az idegvágás közben. Mit várok egy, egy 9 éves laptoptól? Hát az is csoda, hogy meg, tudok, meg tudtam rajta vágni egy videót, vagy képet szerkeszteni, vagy bármi, és egyébként még mindig bírja a szóval, hogyha bármikor kell, esetleg elutaznánk, akkor még mindig meg tudnék rajta vágni egy videót, és bármit meg tudok rajta csinálni. És ez szerintem felér egy csodával. Márciusban, és mint azt úgy ígértem is a csatornámon, a csatornám közösségi bejegyzések oldalán, szeretnék egy, egy, új irányba mozdulni, ami nem más, mint az élőadások közvetítése. Közkedvelt ebben a streamelés. Mindez majd a Twitch csatornámon fog történni, amit, amit már pár hete belengedtem, és annak ellenére, hogy amúgy nincs még tartalom, már több százan feliratkoztatok. Innen is nagyon szépen köszönöm az előre megszavazott bizalmat. Visszatérve, azért is szeretném, ha a videóim és az élőadások egy, egy más platformon történjenek, mert szerintem így jobban átlátható az egész, valamint szeretnék új ajtókat is kinyitni, szeretném kipróbálni magam egy, egy másik platformon is. Nem azt mondom, hogy hátat fordítok a YouTube-nak, mert erről szó sincs. Sőt, létrehoztam egy másik YouTube csatornát is, Paxelvod néven. Ide fognak felkerülni majd a streamek, montázsok a streamek legjobb pillanatai. Szóval a Youtube-ot egy kicsit sem szeretném háttérbe szorítani, sőt ellenkezőleg, mert ezzel a VOD csatornával csak még jobban bővítem a, a Youtube-on az elérhető tartalmakat. Viszont, mint mondtam, nekem tényleg fontos volt a, volt a rendszerezés. Az élők a twitch a visszajátszások a Paxel VOD-on, a videók pedig a Paxel főcsatornán lesznek majd elérhetőek. Így mindenkinek, és nekem is szerintem jobban átlátható, jobban megtalálható és jobban kereshető lesz az, amit bárki meg szeretne nézni, vagy akár visszanézni. Visszatérve, és tényleg nem akarom tovább ragozni, de azért is volt szükség a setupom teljes vérfrissítésére, mert őszinte leszek, már egy ideje, már egy jó ideje nem hallottam a videóim hangját a sztereóban. Mindig csak bal oldalt, vagy jobb oldalt hallottam. És ezt igazából nem is hangoztattam eddig, de mert egy picit szégyeltem is, de, de ez van. Ez a Trust hangszóró, amit talán kb. négy éve vettem, ez nem működik sztereóban, ennek csak a jobb oldala működik. A fejhallgatóm, ami igazából Nórié, no -e, ennek meg csak a bal oldala működik. De van bluetoothos főhallgatóm is, ezzel viszont az a baj, hogy késik a hang. Szóval egyáltalán nem lehet vele vágni, mert nem látom szinkronban a hangot és a képet. Szóval ezt a vezeték nélküli fülhallgatót sosem használtam vágásra. Vágásra mindig ezt a fejhallgatót használtam, de mint mondtam, ennek csak a bal oldala működik, és valami eszméletlenül nyomja össze a fejem, úgy szorít, hogy még, már egy idő után, két-három óra után elkezd nagyon, de nagyon fájni a fejem. Visszatérve, én az utóbbi egy évben biztosan, és ez egy kimondva kicsit gáz, de soha nem hallottam sztereóban a videóimat vágás közben. Már csak akkor, amikor telefonon megnéztem a Youtube-ra való feltöltés után. Az évek során annyi egeret végeztem ki, vagyis nem én, hanem igazából a laptopom, hogy nem győztem vásárolni az új egereket. És valamiért a drágább egerek sokkal hamarabb kipurcantak. Ez az utóbbi három egér, ezek közül a trust még, még valahogy megy, a másik kettő már, már kilehelte a lelkét, és, és egy idő után úgy voltam vele, hogy minek vegyek valami drágábbat, ha úgy is elromlik. Ezért csak ilyen olcsó szarokat vettem, mert tudtam, hogy, hogy egy-két hét és vehetem az újat. És ne kérdezzétek, hogy miért, a mai napig nem tudom, hogy ennek mi lehet az oka. Ezek ilyen megmagyarázhatatlan anomáliák. Az iPhone 5-ösöm sem működött a laptopom közelében, ha közelebb vittem a telefonom a laptopomhoz, akkor azonnal megbolondult. Olyan volt, mintha, mintha valaki nyomkodná és biztos, hogy lesznek köztetek, akik, akik nem hiszik ezt el, de tényleg így történt, és akármennyire is sokat segített nekem ez a gép, ez a Lenovo laptop, most olyan nagy lendülettel és olyan nagy örömmel válok meg tőle, mint, mint, mint amennyire ő segített engem. Az egyedüli dolog, ami nem hagyott még cserben, azért, mert ennek semmi köze nem volt a laptopomhoz, az, ez az LG monitor. Ez egyébként ez egy, egy 27 szólos monitor, ez a monitor lesz majd a chat monitor, és szeretnék majd egy újabb, nagyobb képrésítésű monitort, de erre majd még a videó későbbi szakaszában még visszatérünk. A mikrofon ez egy Behringer c 1 USB-s mikrofon. Igazából ezzel sem nagyon volt eddig problémám. Igaz, hogy volt már olyan, hogy búgott, meg folyamatosan le is felcsatlakozott a laptopomra, de, de szerintem ez egyáltalán nem a mikrofon hibája, hanem inkább főként a laptopomé. És az is a laptopom hibája, hogy a, hogy a billentyűzetem olykor van, hogy csak úgy beragad. De nem maga a billentyű ragad be, viszont például e videó szövegét úgy írtam, hogy többször is újra kellett indítanom a laptopot, mert ha például írtam egy mondatot, akkor mindig hasonló akadásokkal találtam szembe magam. És nem azért, mert, mert én ütök le kétszer egy billentyűt, hanem magától olyan, mintha beragadna. És ez egyszerűen hosszú távon, higgyétek el, nagyon, de nagyon idegesítő tud lenni. Új asztalra is szükségem volt, mert ez az asztal nem épp a stabilitásáról híres. Ez egy ikea asztal, és az árakhoz viszonyítva ez az olcsóbb asztalokhoz tartozik. Gondolkodtam egy gamer asztal beszerzésén, de, de ismét egy ikea asztalnál kötöttem ki. Ez kicsit drágább, viszont sokkal, de sokkal stabilabb. Megrendeltem, az a kedves fiatalember kiszállította, összeraktam, rendeltem hozzá még pár kiegészítő elemet, azokat is összeraktam, és tudom, hogy, a színek teljesen különböznek, viszont, viszont ez a fehér fiókos elem, és ez a másik zöldes fiókos elem is le lesz fóliázva, de erről majd még később. Ezután jöhetett a, a felszerelésem selejtezése, az asztal selejtezése, a régi összevisszatákolt hangsziketelő szivacsok leszedése, majd az újak felrakása. Ha bárkit érdekel, akkor ezeket a hangszigetelő szívacsokat nem máshol, mint az Obi-ban vettem. Szerintem tök kedvező volt az ára. És ha már korábban is tudtam volna, hogy ilyen szívacsokat az, az Obi-ban is lehet kapni, akkor a régieket nem Kínából rendeltem volna. Mivel ez még mindig egy albérlet, és hiába én festettem ki a szobát, még nem akarok mindent össze-vissza ragasztani, ezért a szívacsokat gombostűvel raktam fel. Praktikus, mert nem hagy nyomot, bármikor át lehet helyezni, és egyébként ezek a gombostűk is simán megtartják a szivacsokat. Egyáltalán nem kell attól félni, hogy leesnek. Nem sokkal a szivacsok felrakása után az egészet leszettem, majd újra felraktam, mert nem volt egyenes. Itt vagy ott mindig volt benne egy centi, és hiába használtam vízimértéket, azt hittem, hogy valamit elrontottam, de nem. Maga a szivacs nem lett egyenesen elvágva. Gondolom, hogy ezek a szivacsok nem laborban készülnek, és itt-ott egy-két centivel túlszalad a gép. Szóval ilyen maradt, ilyen marad, amilyen. És lehet, hogy így nem látszik, de egy, de egy picit tényleg nincs, nincs vízben. De ez sajnos már ilyen marad egészen addig, amíg, amíg, nem fog jobban és jobban idegesíteni engem. Fóliázás. A fóliákat a fóliásjuci.hu oldalról szereztem be. Ez ilyen fahatású fekete fólia, ezt a szürke türkis színű fiókos elemet fóliáztam le először, majd következett az íróasztalon lévő ikea polcos elem, szintén ezt is természetesen feketére. Valamint ezt egy kis színnel is feldobtam, pontosabban egy kis zölddel. Vettem az obiban egy műfűvet, ezt méretre vágtam, és amolyan dekor elemként ráragasztottam a fiókos elem tetejére. És mivel maradt még bőven műfű, ezért ha már itt voltunk, és ha már az egész szoba tiszta káosz lett, ezért akkor már a fiókokba is raktam egy kis műfüvet. Nem tudom, hogy ki hogy van veled, de nekem nagyon bejön ez a fekete-zöld párosítás, meg ez a műfüves téma. Másnap az ajtófóliázását is befejeztem, ezt is természetesen feketére. Az üveg helyére pedig a még megmaradt szivacsokat ragasztottam fel két oldalú szűnyegragasztóval. Azért szünyegragasztóval, hiszen egy albéletben élünk, ha bármikor esetleg tovább kellene költözni, akkor a fekete fóliát és a szivacsokat is csak le kell húzni az ajtóról, és olyan, mint volt. Szóval én már előre is gondoltam, gondolkodtam. Így utólag megmondom őszintén, megbántam ezt a fóliázás dolgot, legalábbis az ajtó fóliázását, mert, mert sokkal, de sokkal nehezebb volt, mint, mint a bútorok és a polcok fóliázása. Lehet, hogy egy zománc festékkel jobban jártam volna, de de azt ugye nem lehet csak úgy lehúzni, ha költöznénk. Szóval ebből a szempontból csak jobb a fólia, de azt már nem mondom, hogy könnyebb is, mert nagyon sokat szívtam vele, és ennek ellenére is teljesen olyan, mintha ilyen, ilyen sufni hatása van, és hiába néztem több videót is a fóliázásról, a bútorok, és ti is láthatjátok, hogy, hogy azok teljesen jók lettek, tényleg első látásra meg sem mondanám, hogy ezek fóliázott bútorok, Viszont az ajtóval én már korán sem vagyok így. Lehet, hogy ez csak az én bambaságomnak köszönhető, nem vagyok egy rutinos fóliázó, de hiába az, az új dolgokat nem lehet csak egy, egy fóliázással kiváltani. Ami új, az új. De ebben ne is menjünk jobban bele, mert, mert azért nem erről van szó, nem erről szól ez a videó. Térjünk rá a főszára a cuccokra. Ami először megérkezett, az az egér és a füles volt, ezek egy helyről érkeztek, ezekről majd a későbbiek folyamán pár mondatban még beszélni fogok, és mivel hozzávetőlegesen kis tételekről van szó, ezért a fülest és az egeret is csak az, csak az emagról rendeltem, a hangtechnikát, a mikrofont, az előerősítőt, a hangkártyát és a kábeleket a muziker oldaláról rendeltem, ennek is megvan az oka, nekem nagyon jó tapasztalataim vannak a muzikerrel, és, és ők az a cég, akinek, hogyha azt mondod, hogy hogy hibás a cucc, akkor, akkor mellébeszélés nélkül azonnal vissza, visszaveszik, vagy visszafizetik az árát. Ez volt a fő szempontom a rendeléseket illetően, mert már nagyon sokszor ráfáztunk, hogy volt, hogy kaptunk egy törött kávéfőzőt, és, és könyörögni kellett a, a cégnek, hogy kérlek, vegyétek vissza, küldjetek egy újat, vagy, vagy vissza az árát, mert már bizony nem mi törtük el. És azért is választottam a muzikert, mert egyrészt mindent megtaláltam egy oldalon. Tudtam, hogy ha bármivel probléma lesz, akkor azonnal visszaveszik, valamint a gyors szállítási idő sem elhanyagolható. Két munkanap alatt nálam voltak a cuccok. Csütörtök este rendeltem, hétfőn már kopogott a futár. Valamint a rendelés értékétől függően a muziker minden vásárlójának ajándékot ad. Ilyet nagyon ritkán látsz bármelyik oldaltól, vagy cégtől, ki lehet választani a rendelés leadása után, hogy milyen ajándékot szeretnél. Én ezt a fejhallgatót választottam, ennek a piaci ára most 14 ezer forint. Jó érzés ez szerintem, és ez egy nagyon nagy piros pont a muzikernek, mert, mert ha az ember ennyi pénzt elkölt valahol, akkor jó érzés az, hogy látja azt, hogy az üzlet, a cég értékeli ezt egy kisebb ajándékkal, hogy, hogy őket választottad. A billentyűzetet egyébként Amazonról rendeltem, mert mert még a magyar nagykereknél sem találtam angol kiosztással ezt a billentyűzetet. Amerikai kiosztással volt bőven, de angol kiosztású egy darab sem. Ezért Amazonról rendeltem meg, és, és egészen pontosan napra pontosan egy hét volt, mire megérkezett. Mindenképp vagy magyar kiosztással szerettem volna a billentyűzetet, vagy, vagy a magyarhoz hasonló kiosztással. És mivel a füles és az egér is Razer, ezért úgy voltam vele, hogy akkor már a perifériák azok részörök legyenek. Valamint vettem még egy 144 Hz-es monitort. Ezeket mind ugyanott szereztem be, mint ahol, a, mint ahol magát a számítógépet is, mert kb. ugyanazt az árat ígérték, mint amit a neten én is a legolcsóbb, legolcsóbban megtaláltam. És úgy voltam vele, hogy legalább akkor nem kell a futárokkal bajlódni minden nap. Egy helyről mindent beszerzek. Nekem is sokkal egyszerűbb így. A géppel együtt érkezett, érkezett egy Stream streamdek is, ez nem a mini, nem az XL, ez a, ez a közepes verzió. A streameknél nagy hasznát veszem majd, remélem. Van még ezen kívül két monitor tartókar és végül jöjjön a legdrágább, az Origo, maga a PC. Ha számítógépet szeretnétek vásárolni, akkor azt semmiképp sem egy háború elős közepén tegyétek meg, mert hihetetlen, hogy milyen magas áron tudtam beszerezni a gépbe található cuccokat, amit egyébként én is köszönnék a, a srácoknak, hogy összeraktak, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem azt kaptam, amire számítottam, de de erről majd még később. Mivel elég sok pénzről volt szó, egy ilyen setup fejlesztés az ugye nem, nem egy-két forint, ezért úgy voltam vele, hogy keresek egy szponzort, vagy egy céget, akivel mondjuk egy videó keretén, egy videóig, vagy akár több videó, több videón belül tudnánk együtt dolgozni, de nem találtam ilyen céget, pedig direkt figyeltem arra a szponzorkeresős e-mailemnél, hogy, hogy azt írtam, talán ez volt az első mondatom, hogy én nem szeretnék semmit sem ingyen, én nem vagyok az a, adjatok mindent ingyen típus, csupán tudnátok-e segíteni egy, egy gamer gép összeállításában, streamelésre használnám, XY vagyok, tudnánk együtt dolgozni. És hát a legtöbb válasz az elég, Egyértelmű volt nem. De voltak olyan oldalak is, és elég ismert oldalak, oldalakról van szó, nem, mondani, nem mondanék most nevet, de elég ismert oldalak voltak, akik azt hangoztatják a neten, hogy írjatok nekünk, bármiben segítünk. Elég flagmán válaszoltak. Nem, 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 nem olvastam fel az e-mailt, de elég, elég flagma volt ilyen lekezelő, lenéző volt. Pedig mondom, nagyon szerény e-mailt fogalmaztam meg, külön figyeltem arra, hogy ne legyek nagyképű. De valószínű, hogy a, hogy a videóim témájával volt a baj, mint, mint sem a, a személyemmel, de hát ki tudja. A lényeg, és arra akartam kiukadni, hogy mindent, amit ebben a videóban láttok, vagy látni fogtok, azért senki sem fizetett egy centet sem, és egy forintot sem. Persze rajtam kívül, se a cégek, se a márkák, sehol sem kaptam kedvezményt. Mindenhol olyan áron vásároltam, mint ahogy akár bárki vásárolhatna a boltokban. Mondom, az egyetlen hely talán a Muziker volt, ahol, ahol ajándékot is kaptam a rendelésünk mellé, de, de, de az sem a személyemtől függött, hanem azért, mert egy bizonyos összeg felett vásároltam. Szóval az nem nekem, hanem inkább a Muzikernek köszönhető. És ha már itt vagyunk, akkor térjünk rá a videónk témájára, maga a, téma, a videónk origójára, magára a gépre a gépre, és nézzük meg azt, hogy mit miért vettem. A ház az egy Big Quiet Silent Base 802-es. Azért választottam ezt a házat, mert, mert az egyik leghalkabb ház a piacon. Nagyon jól néz ki, letisztult, visszafogott, egyszerű, nincs agyonvilágítva, 140-es ventik, és, és az volt a legfontosabb nekem, hogy úgy legyen halk, hogy, hogy jól is szellőzzön. Én ezzel a házzal kötöttem kompromisszumot. Tudom, hogy a szellőzés a fő szempont, de a tesztek alapján nekem erre a házra volt szükségem, ezért esett erre a választásom, mert nagyon sokszor veszek fel hangot, és, az a zajszint az én esetemben egy, egy, nagyon fontos kritérium volt. A Proci az egy AMD Ryzen 9 5900X, gondolkoztam egy 5950X-en is, de, de nem érte volna meg azt a többletköltséget, szóval inkább ennél az 5900X-nél maradtam. Szerintem ez is bőven elég lesz arra, amire nekem kell, legalábbis papíron elégnek kell lennie. A hűtés az, az nem egy vízhűtés, hanem egy léghűtés. Noktuát szerettem volna, az lett volna a tuti választás a léghűtőből, de azzal is az a baj, hogy hangosabb, mint a Dark Rock. A vízhűtésről is lemondtam, mert igaz, hogy sokkal jobban nézni ki a setup egy kis vízhűtéssel, de, de egy léghűtés sokkal praktikusabb. Nem szeretnék fél évente szerelőhöz járni, meg a jótállásokat intézni, stb. Aztán meglátjuk, hogy mennyire sikerül lehűteni ezt a procit. Elvileg papíron le kellene tudnia hűteni, és a tesztek alapján ehhez a procihoz teljesen megfelel a Dark Rock Pro 4, de majd idővel ez is kiderül. Az alaplap az egy Asus Rockstrix X570 e gaming a wi fi verzió. Úgy volt, hogy nem wi fi lesz, de, de ez az információ már nem jutott el hozzám. Már csak akkor szembesültem vele, amikor megláttam a gépet, de erről majd még később. Egyébként az alaplap árak is úgy kilőttek az utóbbi napokban, hogy azt sem tudtam, hogy hol keressem őket. Ezt az alaplapot is, is csak horror áron tudtam megvenni, de én mindenképp ezt alapot szerettem volna. Szerintem baromi jól néz ki, és a tesztek alapján talán ez a legjobb választás egy AMD-s procihoz. Persze van a piacon ennél sokkal, de sokkal jobb is, de ennél jobb már, már nem fért volna bele a keretbe. A táp is szintén egy big táp, egy 1000 wattos platinum. Úgy voltam vele, hogy, hogy nem centizem ki a wattokat, inkább legyen több, mint kevesebb, meg talán halkabb is lesz egy picit, ha nem fog maxon, max, max teljesítményen pörögni éjjel-nappal. 64 GB Kingston memória került a konfigba, RGB-s lett volna szó, de a boltban, ahol a gépet összerakadtam, ott elnézték és végül nem rgb ramokat rendeltek ezáltal ez, 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 egy, ez egy ilyen visszafogott szinte RGB nélküli konfig lett az egyedüli ami világít egy picit az az alaplap és a videókártya de nekem így is nagyon bejön visszatérve a memória az az egyik legfontosabb a videók vágásánál renderelésénél és azért is volt szükségem 64GB memóriára mert szerettem volna a megszokott 4-5 óra rendelési időt kb. fél órára le lecsökkenteni, mert ez az én munkámat sokkal jobban elősegíti. Volt, hogy már délben kész voltam a, egy videóval, és este hatra sikerült lerenderelnem. Aztán találtam egy hibát, és újra rendereltem, és csak másnap lett kész. Remélem, hogy így, hogy így még gyorsabb és gördülékenyebb lesz minden folyamat, amit, amit eddig is megszoktam. Mi nem volt alkalmam kipróbálni a, a rendelési időt, de 64 GB memóriával is, és ilyen procival elméletileg ez a 4-5 óra a töredékére fog csökkenni. Két darab 1 tb Samsung M2-es SSD került a gépbe. Nekem ez a 2 TB szerintem elég lesz, eddig is csak 1 tb gazdálkodtam, az is bőven elég volt, mert én, hogyha megvágok egy videót, azután úgy is kitörlök mindent, szóval nem volt szükségem olyan nagy tárhelyre de idővel, hogyha szeretném, úgy is tudom bővíteni, de szerintem bőven elég lesz. De ha mégsem, akkor van még egy külső ssd is. A lényeg, a legdrágább alkatrész a videókártya. Ez egy Asus 3080. Mindenképp Asus szerettem volna. Úgy láttam, hogy az egyik legjobb a piacon, és remélem, hogy be is váltja a hozzáfűzött reményeimet. És amíg még el felejtem, a hűtőpasta kimondottan kértem a srácoktól, hogy egy Noctua NT H2-vel pasztázzák a procit. A tesztek engem nagyon meggyőztek, és tudom, tapasztaltam már a saját példámon is, hogy a, hogy a paszta az nagyon fontos, és ezt sokan elfelejtik, de egy jó hűtőpaszta, el sem hinétek, hogy mennyivel tud hozzájárulni a, a proci hűtéséhez. Ugye mondtam, hogy a ramokat elnézték, ami amúgy megesik. De ha valaki már két hete vár egy konfigra, abban a tudatban, hogy minden patika lesz, és a helyszínen látja, hogy amúgy ő nem ezt kérte, ráadásul egy rakás pénzt kifizet érte, az elég leromboló tud lenni. Azt, hogy az alaplap wifi is, azt, már, azt is már csak itthon vettem észre. A helyszínen láttam, hogy, hogy, hogy arról az alaplapról van szó, amit, amit korábban megbeszéltünk, szóval én ezt nem is nagyon nézegettem, meg erőltettem ott, láttam, hogy arról van szó. Már csak akkor figyeltem meg jobban, amikor már hazaértem. Egyébként én azt mondom, és nem fogom, direkt nem fogom mondani az üzlet nevét, de mindenki nagyon jó véleményen volt a helyről, ezért is mentem oda, ezért is bíztam rájuk ezt a, ezt a gépet. Úgy voltam vele, hogy aki ebből él, azt, azt nem érheti meglepetés. Hiába nem egy ilyen százezres gépről van szó, hanem egy elég komoly gépről. Úgy voltam vele, hogy aki már rakott össze egyszer ilyet, vagy akár többször is, azt nem érheti meglepetés. De tévedtem. A neten látja az ember, hogy, hogy milyen szépen meg lehet oldani egy számítógép kábel elvezetését. Hát ennél ez nem így volt, és nem is, nem is gyors kötözőkkel, ráadásul nem is a Big kötözőkkel volt elvezetve a kábel rengeteg ott hátul, hanem ilyen, ilyen dróttal volt, Tud, tudjátok, amit így lehet tekerni, és... Ja. És azt még nem is mondom, hogy a paneleket, ezeket az alsó ilyen paneleket, fekete paneleket, legalábbis az egyik ilyen panel nem volt visszarakva, mert azt mondta a pali, hogy, hogy nem lehet. És agyonfikázta a házat, hogy ez egy szarház, szar dolgozni, nem lehet megoldani, aztán hazajöttem és bepattintottam a helyére. Mintha nem is egyről beszéltünk volna, de oké, okay, én az életem során összesen vagy négy gépet raktam össze, szóval nem értem, hogy mi okozott neki gondot. Ezen kívül a Noctua pasta is egy rémálom, legalábbis ha a kedves fiatal kell, hogy idézzem. Azt mondta, hogy még, még az ellenségének se. Ezt így szó szerint mondta. Én elhiszem, hogy nehéz, nehezebb vele dolgozni, de attól még a tesztek alapján az első helyek valamékén van. Hát valahogy úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy ízlések és tények. Valamint azt már meg sem említem, hogy Windows 11-est kértem, és végül nem az lett, mert Win 10 telepítettek. És ez nem is olyan nagy baj, és nem akarok panaszkodni, viszont, viszont zavar az, hogyha az ember ennyit költ egy adott boltban, akkor legalább legyenek figyelmesek, és adják át egymásnak az infót, hogy ez meg az lett rendelve, és ez meg ez lett megbeszélve, akkor jó lenne, hogyha a, ha a megrendelő azt is kapná, mint amit megrendelt. Ezt a gépet én egy nagyon hosszas keresgélés után választottam ki arra, amilyen most. Éjszakákat ültem csak azon a kérdésen, hogy milyen legyen a ház, milyen legyen a hűtés, ehhez a procihoz még alaplap és még memória jó, persze bizonyos anyagi keretek között. És biztos vagyok benne, hogy születnek most olyan vélemények e videót nézve, hogy hiába ültél rajta éjszakákat, te hülye gyerek! Hogyha így sikerült kiválasztanod a lehető legrosszabb konfigot, én elhiszem, tudom, hogy a gépépítés az nagyon egy elfogult témakör. Én, én ezt választottam, mert tesztek alapján szerintem szerintem jónak kell lennie. Aztán majd, hogyha nem, akkor én iszom meg a levét. Persze lesz majd idővel változás a, a konfigban Én is tervezek majd változást. És én úgy látom, hogy az első az a az a proci hűtő lesz, de aztán majd lehet, hogy kellemesen csalódok majd a Pro 4-ben, majd meglátjuk. Most pedig is, hogyha már itt vagyunk egy ilyen kis kötetlen videóban, akkor jön egy kis room -túr azért, hogy lássátok, hogy mi lett a, a végső eredmény. Több hét munkája, meg, meg amúgy sem mutattam még be nektek ezt a szobát. Legalább most vizuálisan ti is láthatjátok majd, hogy hol készülnek a videóim hétről hétre. Meg majd én is látom pár év múlva, hogy honnan, hová jutottam. Ez egyébként egy, egy nagyon kis szoba. De minél kisebb adná jobb, mert kevesebb hangszigetelő szívacs kell a vízhang eltüntetéséhez. Ez a tévé, ami egyébként itt van a hátam mögött, ez a TV hálószobában volt, de mivel a fiunk miatt sosem tudtuk nézni, éjszaka azért nem mert, mert aludt, nappal azért nem meg, mert nappal azért nem mert, mert, akkor ő is nézte, ezért inkább átkerült ebbe a szobába, mert ha azik, akkor legalább néha-néha meg tudunk nézni valamit, és használjuk is valamire, ha már megvettük. Ide jön majd egy kiúszható kanapi, amit, amit még négy hete rendeltünk az XXL Lutzról, de azóta se érkezett meg. Azt mondták, hogy két-három hét. Most járunk már az ötödik hétnél. Szóval arra még várunk. Itt lesz majd még néhány kép is. De, de itt van a lényeg. Végül így sikerült berendezni a szobát. Még nagyon sok minden terve van, de egyelőre csak ennyi fér bele. De fontos, hogy nélkületek ez sem jöhetett volna létre ez legalábbis amit, amit, most láttok, ez mind nektek köszönhető. Én, 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 nagyon örülök, hogy meg tudtam lépni ezt a, ezt a szintet, és ilyen szintre fejleszthettem az eszközeimet. Ezt, ezt nagyon köszönöm nektek. Itt van még ez a polcrendszer itt a hátam mögött. A videóban mindig ezt láthatjátok. Ide is kerültek egyébként műfű darabok. <laughs> Mondom, ez a mániám, ez a, ez a zöld és a fekete kombinációja. Hát nem mennék bele igazából, hogy mi van a polcokon, mert mert láthatjátok. És egyébként azt mutattam már, hogy az itteni fiókokba is kerültek műfű darabok és, és az itteni fiókokba is. De ez már sokkal korábban. Szóval így állunk. Ez még nagyon nem a végleges eredmény. Még a kábelrendezés még hátra van. Meg majd utána egy nagyobb szelektálás ezekből. De egyelőre, egyelőre ez ilyen. És ez, ez csak, ez csak nektek köszönhető. Még apró módosítások természetesen várhatóak majd, mert nem sikerült mindent beszereznem, mint ahogy én azt előre elterveztem. Egyszerűen kicsúsztam a keretből. Volt egy adott keretem. Ez van gép, és minden, minden apróságra. De abból kicsúsztam. Azért, mert itt 2000 forint, ott 2000 forint, itt 4000, itt már 30 000, itt a háború miatt már 50 000, szóval így, így sikerült kicsúsznom az előre tervezett keretből de lesz majd változás. Az első dolog, amit, amit szerintem majd lecserélek, majd ez, ez a szék lesz, mert ezen kívül, ami még hiányzik, az egy szünetmentes táp, valami jobb minőségű szünetmentes táp, valamint egy jó minőségű mikrofonálvány. Ennek ez egy ilyen kínai valami, nem tartja meg ezt a nehéz, bazi nehéz mikrofont, folyamatosan így. <laughs> Folyamatosan, pontosan, ahogy mutattam, úgy csúszott le. Hiányzik még, hangszórók hiányoznak, mert most csak a Razer fejhallgatón van, és hogyha szeretnénk mondjuk zenét hallgatni este két altatás között, akkor akkor tudjunk egy kis bulikát itt csapni a másik szobában. Szóval ezek még hátra vannak, de így is ez, ez is egy hatalmas nagy előrelép, előrelépés volt számomra hát szarból várat. Lacika, tudjátok, mit szeretne csinálni éjjel-nappal? Püfölni a billentyűzetet, vagy bármilyen billentyűzetet, vagy a telefont rágni. De tényleg mást nem. Hogyha mást adsz a kezébe, azt nem szeretné, de a billentyűzetet, az egeret, a számítógépet, mindenfajta elektronikát beszeretne kapni, összeszeretne nyálazni. <laughs> Én szerintem most a kamerára van, mindjárt rákattam vele, és húzza mindjárt a kamerát. Visszatérve, nem is tudom, hogy hol jártam, valahol ott, hogy szarba várat. Talán ezt mondtam legutoljára. Mindenkit várok egyébként twitch -re. Úgy néz ki, hogy hétfőn, csütörtökön és szombaton fogok streamelni 4 órától, délután 4 órától 7 óráig. A fürdetésig. A fürdetés a határpont, mert ugye én fürdetek 7 órakor is addigra be kell, hogy fejezzem. Szóval mindenkit nagy szeretettel várok, remélem, hogy nem leszek béna a streamelésben. Legalábbis, amit tegnap, tegnap éjfélig keresgettem és állítgattam be mindent, hihetetlen. Nem, nem hittem volna, nem hittem volna. Én soha nem streameltem és nagyon nem voltam benne ebben a világban. De hihetetlen annyi mindent kell állítani, minden apróságot beállítani, ez itt nincs meg, az ott nincs meg, ez a program nem támogatja a másik programot, ez nem kompatibilis ezzel. Most, hogy itt ülök és gondolkozom azon, hogy mit fogok mondani, egyre jobban zavar ez a hangszigetelő szivacs. Lehet, hogy hónap lebontom az egészet. Néhány mondat véleményt engedjetek meg az eddig használt termékekről. Mikrofon, billentyűzet. A ház, a ház sokkal halkabb, mint amire én számítottam. És egyébként Stream deck kezdve hangkártyáig, elő, előerősítőig, monitorig, mindent csak ajánlani tudok. Kivéve, kivéve amit nem ajánlok, azok a monitor tartókarok. Ha tudtam volna, hogy, hogy ilyen gagyi a minősége, és hogy ennyire, ennyire sokat kell vele akkor biztos, hogy inkább rádobtam volna egy 5000 és akkor vegyük, vegyünk, valami jobbat. Szóval azt, azt nem ajánlom senkinek, csak, csak szenvedni lehet vele. A többi egyébként minden nagyon patika, olyan, ami lennie kell. Azt, azt, kaptam a pénzemért, amit, amit, amire számítottam. Minden ott van. És amit még nem ajánlok, az az, az hogy vidéken vegyetek nagyértékű PC-t. Mert itt vidéken én elhiszem, hogy, hogy, hogy az iskoláknak, meg, meg, az egyéb cégeknek nem nagyon számít az, hogyha, hogyha valamiből nem azt sikerül rendelni, vagy, vagy egyéb elemeket nem sikerül visszarakni a házban, meg az, hogyha a dróttal kötözzük össze a, a kábeleket, mert, mert úgy se veszi észre a paraszt. Megtehettem volna azt amúgy, hogy, hogy azt mondom, hogy nem kell. Én nem ezt rendeltem. És amúgy lebeget is a szemem előtt ez a gondolat, és mondtam is nekik, hogy ez kellemetlen nagyon. Erre az volt a válasz, hogy másfél, másfél, hét. És amikor azt mondják, hogy másfél hét, és ott van a szemed előtt az a termék, amire már több mint két hete vársz, és elhúzzák a szemed előtt, az orrod előtt a mézes madzagot, már azt érzed, hogy nem, nem érdekel. Viszem, viszem, aztán lesz, ami lesz. És inkább így elfogadod olyan, amilyen, és nem cirkuszolsz, nem vitatkozol, nem küldöd vissza, nem csinálod a problémát, de legközelebb, majd, hogyha esetleg bármire szükséged lesz, akkor már biztos, hogy, hogy emlékezni fogsz erre a cégre, és arra, hogy biztos, hogy nem mész vissza oda még egyszer. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, és hogy egész idáig néztétek ezt a videót. Mindenkit még egyszer nagy szeretettel várok majd a Twitch streamjeimben. Olyannyira lesz ez nekem új, mint amennyire nektek is új de azt megígérhetem, hogy a Youtube csatornámat sem fogom elhanyagolni, sőt az arányok azok ugyanúgy megmaradnak annyi, hogy jönnek majd a jó kis rejtélyek jó kis érdekességek, csak annyi lesz, hogy miután befejeztem a videózást, amit eddig is mindig megtettem 4 órakor én mindig abba hagytam utána most négy órakor nem abba hagyom, hanem leülök majd, ugyanúgy maradok a gép előtt és mennek majd a streamek tovább szóval ez esetben nem változik majd semmi csak mellette lesz majd egy-két élőadás is. Ha esetleg bárkit érdekel, akkor minden itt lesz a írásban, minden infót lesz a lérásban, a setup kapcsolatban, az órámtól kezdve az asztalig minden itt lesz a lérásban, szépen leírva. A Twitch csatornám is itt lesz a leírásban, szóval mindent a leírásban megtaláltok. Fogadom, nagyon szívesen fogadom az olyan véleményeket, hogy mit kellene majd esetleg változtatni ezen a, ezen a setupon. Igaz, hogy most már mindegy, de de idővel, hogyha majd kellene és lehet lehetne, akkor szerintetek mit változtassak majd rajta. A hozzáértő emberek véleményét én nagyon szívesen fogadom. Köszönöm szépen, még egyszer, már szerintem harmadszorra köszönöm meg, hogy meghallgattatok. Köszönöm szépen, további szép napot, estét mindenkinek. Sziasztok!